kerti partit tartottak a kézenfogva gondozóház lakói. A kulturális örökség napjait ünnepelték hétvégén az Olvasóban. Barkó dalos találkozót rendeztek Kis Sikátorban. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Bográcsoztak és ünnepeltek a szépkorúak a kézenfogva gondozóházban. Őszköszöntő kerti partit szerveztek. Az udvaron az otthon közel 50 lakója gyűlt össze. A Bojki Tamás általános iskola második osztályos tanulói zenés-verses produkcióval készültek az időseknek. Olá Eriket 90. születésnapja alkalmából köszöntötték. Zenés-táncos produkcióval örvendeztették meg az őszköszöntő kerti parti résztvevőit a Bojki Tamás általános iskola tanulói a kézenfogva gondozóházban. A szépkorúak nagy szeretettel fogadták a kisdiákokat. Az eseményre a 2023-ban alakult Nyújtsunk kezet mindenkinek egyesület képviselői is ellátogattak, hiszen tudomásukra jutott, hogy elkélne egy új függöny az intézményben. Úgy döntöttünk, hogy megkérdezzük az itteni vezetőnőt, hogy mire lenne szükségük. És mondták, hogy hát megmutatták a társalgóba a függönyt, és valóban egy újat kívánt már ez. Hát megmértük meg, hasonló dolgok, elmentünk és mondtuk, hogy rendben van, de akkor csak egynek tudunk most, tehát három felé ezt nem tudjuk osztani, most ebbe az évbe ők kapnak. A csere már esedékes volt, ugyanis eléggé elhasználódtak a függönyök, az emeleti társalgóba teszik majd fel az újakat. Az Aranysziget Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzathoz, és az ott elnyert finanszírozási összegből került megrendezésre ez a kis őszköszöntő kerti partink, ami egy bográcsozással van összekötve. Ez nem csak a mi intézményi egységünkben, hanem a Szabolcs köz, illetve a Bulcsú úti egységekbe is ma kerül megrendezésre. Itt a vendégek között köszönhetjük a Nyújtsunk kezet mindenkinek, a civil szervezetnek a tagjait is, akik felajánlottak számunkra függönyöket, amiket nagyon-nagyon sok szeretettel fogadtunk, és ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni. A Nyújtsunk kezet mindenkinek egyesület tagjai Olá Eriket is felköszöntötték, aki nemrég töltötte 90. életévét. Ő a legidősebb ember Ózdon, aki amatőr rádiózással foglalkozik. Olá Erik fél éve lakik az otthonban, nagyon megszerette ezt a közösséget. Én nem olyan túl régóta vagyok itt egyébként, gyakorlatilag március 22-e óta. Én nagyon megszerettem a nővérekért mindent. Ezzel a végszóval szeretném mondani, mert ők nem a fizetésért dolgoznak, hanem hivatásukért. A születésnappal egybekötött szabadtéri programot egy közös étkezéssel zárták az otthon lakói. Ebédre bográcsgulyással, illetve lekváros buktával, valamint szörppel készültek a dolgozók. Papír és elektronikai hulladékgyűjtést szerveztek a Bojki Tamás általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a diákok figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. A kétnapos környezettudatos akció ma kezdődött. A leadásra szánt hulladékot holnap reggel 7:30 és délután 3 óra között lehet még bevinni az intézménybe. Külsősök is csatlakozhatnak ehhez a zöld mozgalomhoz, azonban a leadás helyszínén jelezni kell a szervezőknek, hogy melyik osztály neve mellé írják az adott mennyiséget. Fontos információ, hogy minden tankönyvet, illetve keményborítású könyvet csak elő- és hátlap, valamint könyvgerinc nélkül vesznek át. A kulturális örökség napjait ünnepelték hétvégén az Olvasóban. Szombaton Kulisszatitkok címmel a művészeti csoportok életébe nyerhettek bepillantást a látogatók. Stábunk a Szabad Szombat Táncegyüttes és az Omi Zenész Színház próbáján járt. Zene szűrődik ki az Olvasó táncterméből. A Szabad Szombat Táncegyüttes tagjai próbálnak egy új koreográfiát.
A Kulturális Örökség napjainak hétvégéjén nyílt napot tartott a csoport is, bárki megnézhette, hogy zajlik a táncosok hétvégi élete. A művészeti vezető elmondja az instrukciókat, az egyesület tagjai pedig megvalósítják a koreográfiát. Ez a mai próba kiemelt fontosságú számunkra, hiszen az olvasó nyitott napot szervezett, amire bárki bármikor betekinthet a próbánkba és az életünkbe. Most új koreográfiát tanulunk, nagy iváni táncokat, és hát reméljük, hogy minél hamarabb bemutathatjuk ezt a közönségünknek. Emellett fellépésekre is próbálnak a szabad szombatosok. Hétvégén Recsken mutatták be újra tudásukat a palócviseletek napján, ahová szintén új koreográfiával érkeztek, de a régieket is színpadra vitték. Pénteken és szombaton próbálnak a táncosok, aki szeretné őket látni, bármikor megteheti ezt. Tessék haragudni, kedves Tóni bácsi! A színpadon az Ómi Zenész Színház társulatának tagjai. Egy mesecselekményét dolgozzák fel. A darab egy erdőben játszódik, most két szereplő gyakorolja szerepét Szaka Attila koordinálásával. Az Ómi Zenész Színház egy újabb mesedarabjára készül. Csetény Anikó Presser Gábor a Piros Esernyő című mesejátékát fogjuk előadni Salgótarjánban, illetve itt az olvasónak a színpadán. Ez egy esernyőről szól az erdőben, és ez az esernyő, ez egy születésnapi ajándék, ami hát nem kétköznapi, hanem minden csodára képes, minden bajból kihúzza a gazdáját. A mesedarabot a közeljövőben az Ózdi és a térségben élő óvodás és kisiskolás gyerekek is láthatják majd. Kötetlen beszélgetés, örömzene és jótékonyság a Kultúrházak ilyen-nappal elnevezésű programsorozat keretében ismét megnyitja kapuit az Ózdi Szabad Egyetem. Az esemény szeptember 25-én, vagyis holnap este 6 órától kezdődik az Olvasó Színház termében. Dancsok Tamás a Nemzet Hobójával, vagyis Földes Lászlóval beszélget. A rendezvény ideje alatt a színpadi eseményekkel párhuzamosan adománygyűjtés is zajlik. A befolyt összeget az Ózdi Almási Balogh-Pál Kórház kapja. A programra a belépés díjtalan. 6. alkalommal rendezték meg Kissikátorban a Barkódalos találkozót, ahová több hagyományőrző csoport jelentkezett. A helyi és a környékbeli népdalkör tagjain kívül bemutatták tehetségüket a szlovákiai Détér település asszonykórusának tagjai is. Az összejövetel nagy sikert aratott, a jövőben is folytatni szeretnék a tradíciót. ...2011-ben Kocsik László Csaba vezetésével megalakult a Kissikátori Harmonika és Népdalkör. Addig a településen nem volt művészeti csoport, és tagjai úgy döntöttek, hogy nem hagyják feledésbe merülni a barkó népdalokat és a népzenéket. A civil szervezet célja az volt, hogy megőrizzék és továbbadják azt a kincset, amit az ősöktől örököltek. Azóta a hagyományőrzők nem csak a településen és környékén, hanem országszerte is bemutatták tehetségüket. A barkódalos találkozót már 6. alkalommal szervezték meg. A múltunk megőrzése nélkül nagyon nehéz jövőt építeni. Nekünk az a célunk, hogy maradjanak meg a régi emlékek, mert sokkal nagyobb tartást, erkölcsi alapot ad az embernek, ha tudja, hogy honnan jött, és hogy merre tart. Könnyebb meghatározni, hogy merre tart. Én úgy gondolom, hogy ez a fő üzenete ennek a mai napnak. A domaházi hagyományőrző együttes már évek óta meghívott vendége a dalos találkozónak. Évek óta mi is meghívott vendégek vagyunk, és ugye nagyon nagy szeretettel jövünk ide a szomszéd faluba. A domaházi együttessel mi a vasvári verbungot, csárdást is meg szoktuk itt mutatni, annak ellenére, hogy ez egy dalos találkozó, de domaházi népdalcsokorral, illetve a táncokkal készültünk. Arló Borsod Szentgyörgy Détér is bemutatkozott a dalos találkozón, de a citerás cimborák is felléptek, akik 4 vármegyét képviseltek. A találkozóról bővebben Kaleidoszkóp című magazinunkban láthatnak összeállítást nézőink. Szinergia címmel nyílt meg Molnár Alma amatőrfestő kiállítása a Civilházban. Az absztrakt alkotásokból visszaköszön a természet iránti szeretet, az aprólékosság és a finom vonalvezetés.
A festő gyermekkori emlékeiből, otthonából merít ihletet. A kiállítás október 22-ig díjmentesen megtekinthető. Kemény a menny, és vándor a vidék. Halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. József Attila Ó szív nyugodt című versével kezdődött el Molnár Alma amatőr festő kiállítása. A Bojki Tamás általános iskola két diákja, Benedek Amina és Galambos Bence működtek közre. A tárlatot Fábián Dobos Eszter, az Ómék művelődési ágazat vezetője nyitotta meg. Alma egy tanyán nőtt fel, ahol testközelből tapasztalta meg az élővilág gyógyító erejét és folyamatos körforgását. A természettel való egység műveiben is megjelenik. A Bojki Tamás általános iskolában, majd az Eszterházy Károly főiskola gyakorló alapfokú művészeti oktatási intézményében is támogatták tehetsége kibontakoztatásában. Alma festményei sok helyen megfordultak már. Eger Franciaország grafikai biennálé, ahol 2013-ban ukrán különdíjban részesült, idén ősszel városunkban is megcsodálhatják végre alkotásait a művészet kedvelői. A megnyitón úgy fogalmaztak, hogy munkásságában az aprólékosság, a nyitott gondolkodás és a finom vonalvezetés egyaránt jelen vannak. Az alkotó az egységre törekszik, amelyben megpróbálja összefoglalni az érzelmeket, az eszmeiséget. Ihletet az otthoni tájból merít. Hangulat és gesztus az, ami jellemzi ezeket az abstrakciókat leginkább. Érzelmek, indulatok, az aznapi történések, vagy események, vagy esetleg olyan érzelmi lenyomatok, amik megragadtak az adott ciklusban, és ezek a munkák, ez a 20-25 kép is leginkább egy ilyen ciklust ölel föl, egy egyévnyi periódust. Az alkotó azt mondja, megható, ahogy a nézők odalépnek az alkotáshoz és elkezdik vizsgálni. Nekem személy szerint nagyon az én színvilágom nagyon tetszik. Igaz, hogy én nem értek a festészethez, de nekem az absztrakt képek nagyon tetszenek. Úgyhogy nekem nagyon tetszik a munkássága. A tárlatnak a civil ház ad otthont, nyitvatartási időben október 22-ig bárki ingyenesen megtekintheti a festményeket. Véradás a hónap utolsó szerdáján, azaz holnap a civil házban. Az eseményt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete rendezi. A segíteni szándékozók szerdán délelőtt 11 órától délután 5 óráig jelenhetnek meg a helyszínen. A szervezők mindenkit várnak, aki egészségesnek érzi magát. A beavatkozáshoz a szokásoknak megfelelően személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Egy véradással három ember életét menthetik meg, hiszen háromfajta vérkészítményt állítanak elő a levet vérből, így az önzetlen segítség nagyon sokat számít. Sikeresen vették az akadályokat az Ózdi Súlyemelő és Fitness Klub sportolói a Szombathelyen megrendezett országos súlyemelő magyar bajnokságon. Két fiatal képviselte városunkat, Mustos Tamás nyakába bronzérem került, Lengyel Bálint pedig a negyedik helyen végzett az U15-U17-es korosztályban. Az előnevezések szerint Bálintnak nagyobb dobogós esélyei voltak, az U15 89 kg-os, mint az eredeti 81 kg-os súlycsoportjában. Magabiztos versenyzéssel és új egyéni csúcsokkal az előkelő negyedik helyre volt elég az aznapi teljesítménye. Ebben a kategóriában versenyzett a Békés Csabai SSSE idei 81 kg-os Európa-bajnoka Gulyás Milán is, aki három új magyar rekorddal abszolútban is maga mögé utasította a teljes magyar mezőnyt. Mustos Tamás a 96 kg-os súlycsoportban indult, ahol inkább lökésben jeleskedett, ami a serdülő magyar bajnoki bronzére még vitte ebben a kategóriában. Szeptember 26-án, vagyis most csütörtökön újra elrajtol az Ózdi Futónapok. A kétnapos kihívás első állomása március 7-én volt, a második pedig holnap után lesz. Az alkalmak egyben a 30-as futás a teknőccel jubileumi program részei. Ennek keretében a sportolók márciustól minden csütörtökön délután legalább fél órát mozogtak közösen, ugyanis az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület idén ünnepli 30. születésnapját. A megmérettetésen a résztvevőknek a centerpálya körüli salakos oválon kell 10 kört futni 45 perc alatt. A szervezők már délután 17:30-tól várják a regisztrációra a vállalkozó kedvű ózdiakat, a helyszínen található emlékoszlopnál. Rajt este 18:00.
A teljesítők emléklapot kapnak, az első három nő és férfi külön éremdíjazásban részesül. Akik mindkét állomáson megmérettetik magukat, dupla eséllyel indulnak a fődíjakért, vagyis a 10, 20 és 30 ezer forintos sportszer vásárlási utalványokért. A részvétel ingyenes, bővebb információk az Egyesület közösségi oldalán találhatók. Szerettük volna méltóképpen megünnepelni az Egyesületünknek a 30 éves jubileumát, és hát a legfontosabb törekvésünk az volt, hogy azért mégse egy fehér asztal mellett ünnepeljünk, mégiscsak egy sportegyesület vagyunk, és erre találta ki az elnökségünk, hogy legyen egy egész éven át tartó program, szinte egy egész éven át tartó program, úgyhogy igazából külön nem kell készülnünk, mert most már mondhatom, hogy több mint 30 alkalom volt igazából, amikor kint voltunk, és nagy rutint szereztünk ebbe, hogy hogyan menjen a regisztráció, illetve maga a futónapok, amit tartani fogunk itt zárásként, azt már azért az előző években is csináltuk. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Őszköszöntő kerti partit szerveztek a Kézenfogva gondozóházban. A Bojki Tamás általános iskola második osztályos tanulói zenés-verses produkcióval készültek az időseknek. A kulturális örökség napjait ünnepelték hétvégén az Olvasóban. Szombaton Kulisszatitkok címmel a művészeti csoportok életébe és próbáiba nyerhettek bepillantást a látogatók. Hatodik alkalommal rendezték meg Kissikátorban a barkódalos találkozót, ahová több hagyományőrző csoport jelentkezett, Szlovákiából is érkeztek vendégek. Szinergia címmel nyílt meg Molnár Alma amatőrfestő kiállítása a Civilházban. A kiállítás nyitvatartási időben díjmentesen megtekinthető október 22-éig. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Szerdán párásan, ködösen indul a nap, sok helyen megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután várható zápor, zivatar. Napközben 1-2 órára kisüthet a nap. A délnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet 12 és 20 fok körül alakul. Ma is igyekeztünk megmutatni mindent, amit csak lehet a város életéből. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónk után Kaleidoszkóp című kulturális magazinunk következik, melyben láthatnak egy összeállítást Keleti Éva fotókiállításáról, majd Demes Ferenc képzőművész bemutatja a Petőfi szobrot. A Bolyoki Vigadalom képeivel zárjuk mai magazinunkat. Páfi Csilla már várja Önöket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este 7-kor jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!